Egy dolgot csinál, és csináld azt jól. Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekben. Ha még nem találkoztunk, engem Szántó Péternek hívnak, és a formátumról annyit kell tudnotok, hogy ezek fix kérdések, és ehhez mély, átütő válaszok vannak. A mai beszélgető partnerem Zack Tipton, aki magyar és amerikai származású, és itt nyilván a szülők vannak a háttérben, Amerikában nőtt fel, konkrétan Seattle-ben, ahol amikor szemüveges lett, rájött, hogy nincsenek olyan szemüveg keretek, amik neki bejönnének, és ahogy szokták mondani, a többi történelem ugyanis 20 évvel rá, amikor itt ülünk a Tiptonnak a budapesti márka üzletében, akkor egy világmárkáról beszélünk, ami, ha a magyar egyedi gyártású szemüveg kereteket vesszük, akkor egyértelműen vezető, és akkor érezte Zack az átütést, amikor már 10 éve benne volt a márkának az építésébe, és Elton Johnnak a barátja vett neki egy szemüveget, és Elton John hordta, és azóta rengeteg sztár hordja, és hogyha megnézitek a háttérben, az AC/DC-vel most adtak ki egy egyedi saját gyártású részt, ami kifejezetten az egyik lemezhez kapcsolódik, és hogy a számokról is beszéljünk, Magyarország az egyik legfontosabb piac akkor is, hogyha egy nemzetközi márkáról, egy világszinten ismert márkáról van szó, ugyanis pár éve még csak pár százalékot tart ki az eladás, viszont most már 10%-nál tart, és egyértelműen növekszik. Itthon is egyre jobban érezzük az egyedi termékeknek a jelenlétének a szükségét, vagy hogy szeretnénk az életünkbe bevinni. És nagyon kíváncsi vagyok Zacknek a gondolataira, úgyhogy Zack, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk. Köszönöm, szia. Fogadta a Péter, szia! Induljunk a gyerekkorodtól. Van-e bármi olyan gondolat, amit ott kaptál családtól, barátoktól, ami mai napig végigkísér, akár mint egy vezérrel? Van egy pár ilyen. Nagyon sok időt töltöttem mind két szülőmmel, és nagyon sok időt töltöttem az édesapámmal a műhelyben. Szóval, hogy mondjam neked, egy nagyon kreatív ember, és sokat dolgozott, mint asztalos, műbútoros, és tulajdonképpen vele dolgoztam végig, és megtanultam gépeket kezelni, dolgokat csinálni, projekteket végigvinni, és akkor szerintem az, hogy tanultam kreálni fizikai tárgyakat, fiatal koromban az egyszer nagyon fontos volt. A anyukám pedig tanár, és tőle szerintem tanultam ezt a, hogy mondjam, hogyan lehet emberekkel bánni, beszélgetni. Apukám pedig pont a fordítottja. Őtől olyan sméket lehet tanulni, amit nem szabad. Amikor te 20 éves voltál, és ha most visszamehetnél az akkori önmagadhoz, mit tanácsolnál magadnak? Mondanál valamit? Hogyne. Nehéz arra válaszolni, csupán azért, mert nem biztos, hogy működött volna, de amit tudtam volna magamnak tanácsolni akkoriban, az a fókusz. Az, hogy egy dolgot elkezdeni, és azt így végig kísérni. Amikor elkezdtem ezt, akkor oké, volt egy fókusz a szemüveg. Viszont azon belül sokkal jobb lett volna, ha még jobban rákoncentráltam volna csak az egy márkára, csak az egy terméktípusra, ahelyett, hogy újakat tervezni. 20 évesen fókusz, ugorjunk 10 évet, ugyanez a kérdés a 30 évesen magadnak. Fókusz. Ugyanúgy, még akkor se tanácsolom. Hát miért, nagyon sokáig kell hiszen, hát annyit buktam ezen egészen, és szerintem megúsztam volna nagyon sok szenvedést, ha azt megtanultam volna korábban. Most egy művésznek ez nagyon nehéz, mert ugye kreatív akar lenni, és én mindig kreálni akarok, vannak ötletek, és azt kell kitálni, hogy ezt az ötletet hogyan tudom betenni ebbe a kis Tipton, ebbe a Vineline skatujába, hogy működjön. A fókuszt ugye akkor kétszeresen említed, és még 10 év után is a fókuszkeresést, hogy tudsz mondani mondjuk egy olyan példát, ami azt mondta, hogy ez egy óriási kudarc volt, de most utólag látod, hogy ez igenis kellett ahhoz, hogy ma ott tartsál, ahol tartasz. Van. Mondjuk konkrétan, és ezt kétszer elrontottam. Megnyitottuk ezt az egyik márkánkat, ami befutott, a Vinylize. Ez az a márka, ami hanglemezekből csinálunk szemüveget. Kitaláltuk azt, hogy elkezdünk filmszalagokat újra hasznosítani. Nem vált be, mert túl bonyolult volt az ötlet. Túl bonyolult volt, nem lehetett egy mondatban kommunikálni, túl sok időbe telt az üzleti részét átvinni az embereken, milyen filmet akarok, milyen keretben, milyen színű legyen, tetszeni fog a vásárlónak, egy csomó para volt benne, viszont vették. Szóval volt benne remény, de meghalt így a gyerekbetegségekbe, és úgy döntöttünk, hogy figyelj, ráfókuszálunk a Vinylize-ra. És ez körülbelül az a 10 év Elton után, így beszüntettem ezt a kollekciót,
És most pedig úgy döntöttünk, hogy eleget tanultunk, ez nem most, hanem tavaly előtt, úgy láttuk, hogy eleget tanultunk ebből az egészből, indítsuk be újra. Viszont nem javult. Valamilyen alap problémája van az egész koncepciónak, és nem működik, és megint belefulladtam abba, hogy sok energiát, meg időt töltöttünk egy olyasmivel, ami nem működik. Szóval ugyanazt a dolgot kétszer tanultam meg. Egy dolgot csinálok, és csinálod azt jól. Van olyan dolog, amiben az elmúlt években megváltozott a nézőpontod? Van. Mint ilyen művészi beállítottságú ember, nagyon érdekelt engem a kreálása sok dolgoknak a csinálása, és abban a hitben voltam, hogy ezzel több embert tudok érinteni. De aztán rájöttem, és mostanában volt ez, hogy talán okosabb egy dolgot jó erősen megcsinálni, és azt a kis bázis növelni, ahelyett, hogy mindenkiből így összeszedegetni ezt a nézettséget. Van-e valamilyen olyan idézet, gondolat, vezérelv, ami mentén éled az életed? Hát tanultam egy olyat a fatalomtól, hogy death or glory. Death or glory? Ő kevélye szerint él, hogy... Halál vagy üdvözölés? Vagy ja, körülbelül olyasmi magyarul. Van egyszer egy olyan, van a másik, hogy if you want it done right, do it yourself. Ha valamit jól akarsz csinálni, akkor csinálj meg magad. És azt szerintem nagyon fontos, mert mindenki próbálok saját magam egyszer, hogy legalább tanuljon meg, nézze meg a folyamatokat, utána megkeressem a profit hozzá. Az a profi embert, az a profi eljárás. Nagyon gyakran csinálok olyat, hogy amikor új gépet szerzünk be, akkor a legolcsóbbat veszem meg. A legolcsóbbat, és nézd meg az, hogy működik, utána megtanuljuk, hogy ez ennek a következő gépnek, mert úgyis tönkre fog menni, hogy azt hogyan kéne, milyen kéne rendelni. Van olyan dolog, amit furcsának tartasz magadban, vagy akár gyakran megtörténik, és egy furcsálat, hogy ez mindig megtörténik? Mindig ki akarok próbálni valami újat. Van egy ötletem, és mindig elmondom mindenkinek itt a munkahelyen, hogy na, mit szóltok ehhez az ötlethez. És általában nagyon gyakran, 90%-ban ilyen negatívot kapok vissza, hogy Zach, ez egy nagyon hülye ötlet, ezt felejtsük el, ez túl drága lesz, nem lesz jó. De akkor is van bennem egy ilyen készítés, hogy muszáj ezt megcsinálnom. Ezt meg kell csinálnom, és nagyon gyakran igazok is van, hogy ez nem fog működni. De akkor is kinő valami pozitívum, valami más belőle, valamit, amit tanulni lehet, valamit, amit át lehet egyik projektből a másikba helyezni, mert valahol tudod kreálni kell. És az ötleteknek a 90%-a nem jó. De akkor is muszáj megcsinálnom. Nagyon jó. Van vagy volt egy ciki dolog az életedben, amit vagy magadnak cikibe tartottál, és aztán meg sikerült megoldanod, hogy ezen túl menjél. Ja, erre tudok választ. Erre van is egy jó sztorim. Nem fizettem be a csekket, már egy ideje, és elzárták a gázt. És ez volt, hogy meg kell magyarázom a csajomnak, hogy fél, ez egy tök jó dolog. Hál' Istennek tavasz volt, hideget fogunk zuhanyni, csomó fogunk spórolni, tök jó lesz a bőrödnek, és rövideket fogunk fürödni. Végén kifizettük a számlát, és a lányt elvettem feleségül. Vannak olyan tanácsok, vagy akár egy tanács, amit hallasz így, hogy az emberek adják egymásnak, így a világban, hogy igen, ez úgy van, de szerinted ez egy oltári nagy baromság? Ja, van egy jó pár ilyen, hogy gondolkodjak ezen. Figyelj, van az egyik, amit említettem korábban, hogy mindig muszáj a legjobbat venni. Az igaz, de valahol meg kell tanulni azt, hogy azt hogyan kell kezelni, az a jó dolgok, mert pénzkidobás, vagy a legprofibat fölvenni, meg ilyesmi. Mert ha te önmagad nem érted, hogy mit csinálsz, akkor átvennek. Akkor nem fogod elérni azt, amit akarsz, mert egyszerűen nem érted, hogy miről van szó. Én úgy hiszek az emberekben, hogy mindenkinek van valami, amiben baromira jó. Mindenkinek van egy ilyenje. Most az a kérdés, hogy meg tudod-e találni. Hogy mi az? Milyen szenvedélyeknek élsz esténként, hétvégenként, amikor nem kreatívoskodsz vagy a Tiptonnal foglalkozol? Hát most van két szenvedélyem, három. Van két fiam, meg egy feleségem, szóval nagyon sok időt töltök velük. De most szerintem a jelenlegi szenvedélyem az a gyerekeim. És amikor nem velük foglalkozok, akkor az olvasás. Szóval mindig próbálok, mindig olvasok, legalább 5 könyvben van egyszerre. Például, ha most eszembe jut, ja, van egy olyan baromság, amit mondanak, hogy be kell fejezni a könyvet. Nem tudom, hallottál erre, ha elkezdesz valamit olvasni, akkor azt be kéne fejezni. És ez egy marhaság. Én szerintem, hogy mennyi oldalt adsz neki? Szóval mostanában, ja, azt szoktam csinálni, hogy elolvasom körülbelül max a felét.
és ha már úgy érzem, hogy ezek már így szivatnak, akkor... Akkor hagyod. Hát akkor hagyom, vagy kicsit jobban belelapozok, és kipróbál hámozni a lényegét az egésznek, de általában már az elején így elárulják, hogy miről van szó, és nem muszáj befejezni. Van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? Van egy konkrétan, van, sőt van egy pár. Van egy könyv, amit a klienseimnek ajándékozok, van egy könyv hanglemezekből, és akkor én is szerepelek benne, és az összes szemekbónak így elküldjük, mint ilyen kis, dohányzó azt a könyv a várakozóba, miközben várják, hogy szemvizsga legyen. Aztán azoknak, akik kérdezik tőle, hogy én mit szoktam olvasni, van egy pár, amit ajánlok, van egy egész jó, ami a PR meg a marketingról szól. A legtöbb, amit találok, azok angol nyelvűek. A szerzőnek a neve az egy Citron, és a Fire Your PR Agency Now. És tulajdonképpen ő arról ír, hogy az egész marketing PR, meg ezek a nagy cégek, meg agencyk, akik dolgoznak, mennyire megcibálják a vásárlókat, és mennyire alacsony színvonal teljesítenek, és igazából hogyan lehetne saját magadnak megoldani, vagy hogyan lehet jó embert keresni, aki ezt neked csinálja, és mire kell koncentrálni. És ő is nagyon rátér erre a fókuszra, és tőle szedtem azt, hogy ha nem tudok jól írni a blogot, akkor ezt ki se teszem. Más könyvek? Más könyvek. Ja, van most egy, amit olvasok, az egyik, ez egy életrajz, a John Adamsról, aki az egyik legelső, hát nem el, vagy végülis, ja, aki Amerikát még az 1700-as években függetlenítette a britektől, és az ő életsztória. Hát egy érdekes dolgot mondott, hogy ami ma teljesen más, ő azt mondta, volt egy olyan mondata, ami igen, megfogom, mert van gyerekem, hogy akkoriban ő van több fia a fickónak már, és ő máshogy akarja csinálni gyereknevelést. Ő akar a fiainak majd vagyont adni. Mert azt vette észre, hogy akkoriban nagyon sok apuka nem ad semmit a gyerekének, hanem azt akarja, hogy a gyerek kiharcolja magának. Mire gondolsz, amikor izgatott leszel? Általában azon, hogy ezt ne romcsam el. Nagyon gyakran nem veszem észre, hogy izgatott vagyok, és egy olyan döntést hozok, amit rájött volna másnap is elmeghozni. És akkor ezek a gyors döntések, vagy akkor nem gondolok valamit át, vagy akkor nem jut eszembe, hogy ezt el kéne gondolni, az egy probléma, inkább fölismerni azt, hogy mikor van az, hé, várjunk egy pár órát, jó? Ezt holnap is meg lehet beszélni. És ez nap mint nap találkozok ezzel. És kicsit olyan két élő az a probléma, mert különben mi halogatsz, érted? Szóval olyan, hogy meg kell találni az optimális arányát. Igen, na, ez egy döntés, amit holnap akarok meghozni, ezt mert holnap megbeszélem veled, vagy pedig igen, ezt most csináljuk meg, mert már itt az idő. Szóval kicsit, ja, ezt az arany középutat meg kellene találnom. Ha már döntések, mik azok a főbb döntési pontok, amik által oda jutottál, ahol ma tartasz? Hát volt egy pár, volt egyszer az, hogy na, még egy olyan, ami szerintem totál baromság, hallgass a vásárlóidra. Az, hogy aki vásárol tőled valamit, ő az igaz mondó, meg ő tudja, meg ő ráhallgass. Az totál baromság. Ha mit tudom, a Henry Ford ráhallgatott volna a vásárlóidra, gyorsabb lóval. Gyorsabb ló? Ja. Én megszívtam azzal, hogy a kliensem kértek tőlem színes kereteket. Csináltam egy egész kollekciót színekkel, színes hanglemezel, egy darabot nem vettek. Azért, mert a hanglemez fekete. Hogy megtaláljuk a márkának a hangját, a mi voltját, a Vinylance-nak a mi voltját, hogy hogyan lehet ezt kommunikálni az emberek felé szavak nélkül. Azt kell csinálni, hogy nagyon primitív kis valamivel meg kell mondani nekik, hogy ez a márka miről szól. Hanglemez, stóc, egyenlőjel, szemüveg. Egy kis grafikon vagy poszteren, egy képes lapon a márkának a mi voltját kommunikálni. Nem kell emberek, nem kell egy fotósút, egy két fotó és a netről az egyenlő jelcsá. Milyen más döntési pontok az életedben? Amikor szerintem tavaly becsődött ez a cinematik ötlet, amikor úgy döntöttünk, hogy egy dologra fókuszálunk, ez a fókusz. Volt még egy, amikor eldöntöttem, hogy együtt dolgozok a feleségemmel, az egy nagy döntés volt, és az egy jó döntés volt. Befektetések, és most a befektetés az lehet bármi, magadba, pénzügyi, ahogy veszed. Mi volt eddigi legjobb befektetésed az életedben? Én mindig önmagamba fektettem be.
vagy tanulok valamit, vagy időt töltök az én dolgaimon, az én cégemmel, vagy pedig annak vásárolok dolgokat. Amikor gyakornok voltam itthon Magyarországon, Esztergomba jártam föl a szemüveggyárba dolgozni. És ezt 2001-2005-ig csináltam. Minden nap fölvonatoztam Esztergomba, és csináltam egy olyan befektetés, mondjuk ez egy elég tág fogalom, de sikerült megbeszélnem az iskolával, mert ösztöndíjas voltam, hogy fölmehetek, hogy nem muszáj minden nap suliba lennem. Minden második nap kell suliba legyek. És nem kellett minden nap vonatoznod így? Nem, minden nap vonatoztam, majdnem, de ők viszont nem tudták, hogy még nap voltam ott, és még nap nem voltam ott. Szóval befektettem abba, hogy ott hagytam a sulit, és már kb. Eldöntöttem akkor, hogy én nem járok egyetemre. Ami szerintem még egy baromság, hogy az emberek azt hiszik, hogy kell egyetemre járni, hogy ez egy fontos és egy jó döntés. Egy csomószor nem az, és én megcsináltam ezt egyetemi előkészítőt, és utána elkezdtem eltérre járni, és rájöttem, hogy ez egy pénzkidobás úgy, ahogy van, és ezt a semmit nem fogok ott adni, csomó időm rámegy erre, és ott hagytam, és elkezdtem csak a személyekkel foglalkozni, ez kb. 2004-ben volt. Ha foghatnál egy óriás plakátot, bármit írhatnál rá, bárhova helyezhetnéd, hova helyeznéd és mit írnál rá? Egyszer az a baj az óriás plakátokkal, hogy szerintem nem túl effektívek, de tegyük föl, hogy az lenne, hogy működne. Valószínűleg csak egy szép képet tennék ki, ha muszáj lenne. De inkább nem is tennék semmit, hanem ne is legyen ott az óriás plakát. Inkább ne is legyen ott. Inkább ne is legyen ott. Hogy néz ki a napodnak az első 30-60 perce, és van-e benne bármilyen rutin? Ja, az első 30-60 perc mindig kitervelem a napomat. Minden reggel átgondolom, hogy mit fogok csinálni, milyen megbeszélésem van, mit akarok elérni. És azzal, amikor fölkelek reggel, akkor ott fekszek az ágyba, és átgondolom ezeket a dolgokat, hogy mi az, amit ma meg kell csinálják, hogy mi fog ma történni, mit akarok elérni. És általában ez az első ilyen 10 perc, hogy csak ott fekszek az ágyba, és így átgondolom, ha... Ezt te szoktad érni amúgy, vagy vezetnél a határon? Nagyon ritkán, amikor nagyon sok minden van, akkor csinálok egy to-do listet, de általában nem szoktam ezt leírni, hanem ilyen nagyobb, nekem le volt írva, hogy találkozni fogunk ma, utána van még egy megbeszélés, arról is tudok, és akkor van még egy jó pár óra a szabad időit, és akkor tudom, hogy abban bizonyos dolgokat így el akarok élni, be akarok fejezni. Van egy nagy, nem tudom, hallottál erről, de biztos hallottál erről, hogy azok, akik az IT-ban dolgoznak, nagyon sokszor van problémájuk azzal, hogy nem megfoghatatlan az, amit csinálnak. Nem látok, nem olyan, mint amit egy építkezésen dolgozó, és látod, igen, megöntöttük a beton, beütöttem a szeget, így látod, hogy az a dolog, amit dolgozó, elkészül, és látod a folyamatot, hol nagyon gyakran, és szerintem ez is a márkaépítés, ez a nehezen látod azt, hogy ebből tényleg ki fog-e valami sülni, és sokszor elvesznek az emberek ebbe a itt a mocsárban, hogy ebből lesz-e valami. Szóval nekem az a dolgom magamnak, hogy ezt így, tudod, legyen ez a fókusz, hogy én ne tévedjek el ebbe az egész ízébe, hogy kinek fogok nemet mondani, mit fogok lemondani, mivel nem fogok foglalkozni. Az is egy nagy része a reggelnek, hogy mi az, amit nem fogok megcsinálni. A nemet mondás. A nemet mondás, ez nem fontos. Az e-mailezéssel hogy állsz, Zek? Van bármilyen e-mailezési trükköd? Ja, e-mailezési trükk, hát most nem tudom, trükknek nevezném, de próbálok mindenre minél gyorsabban válaszolni, mert ha nem válaszolok rá egy nap, aznap, vagy valami, akkor muszáj vagy bejelölnem, hogy tudjon, hogy arra vissza kell térni. Nagyon rövideket nem szorozok az e-mail-el, igen, nem. Minden kevesebb szóból próbál megoldani azt, amit kommunikálni kell. Ez szerintem egy nagyon jó trükk. És ez a sajnos néha megbántok embereket ezzel, mert ők úgy érzik, hogy mit tudom én, nem értem az ő nevüket nagy betűvel. Tudod, most Istenem, tudod. És közben engem Attilának hív, tudod. Utolsó kérdésünk. Ha minden erőforrás a rendelkezésedre állna, ez minden értelemben pénz, idő, erőforrások, lehetőségek, mihez kezdenél? Valószínűleg nem ezzel foglalkoznék. Nagy valószínűséggel nem ezt csinálnám. Ha ez lenne, akkor talán író lennék, tudod, és megírnám ezeket a fantáziákat, amik a fejemben vannak. De hogyha tényleg ez lenne, akkor valószínűleg nem ezt csinálnám. Zek, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nektek köszönöm, hogy megnéztétek.
Ha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, hogy még hasonló interjúkat is meg tudjatok nézni. A következőben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Örültem, köszönöm. Én köszönöm.